A megriadt és visszadobott hídőrök a táborba visszafutván nagy lármát ütöttek, de még így is alig bírták a mély álomba merülteket felkölteni, kiknek nem azon járt az eszük, mint így végveszedelemben kellett volna, hogy egyszerre fegyverre kapjanak, lóra üljenek, és az ellenségre kitörjenek, hanem ágyaikból lassan kelve inkább azon voltak, hogy szokásuk szerint fésülködjenek, karpereceiket csatolgassák, arcukat mosogassák, arra pedig, hogy megütközzenek, alig gondoltak. Azonban Kálmán király, Ugron érsek és a templomos rend mestere, mint derék férfiakhoz illet, nem adták volt magukat, mint a többiek, nyugalmas álomnak, hanem egész éjjel fegyverben, ébren töltvén. Amint a zajt meghallották, azonnal kirohantak a táborból, s felöltvén harci fegyvereiket és csapatba összeállva, vakmerően az ellenség dandárai közé rohantak, s velük egy ideig nagy vitézséggel harcolának. De mivel igen kevesen voltak a tatárok végtelen sokaságához képest, kik apránként sáskák módjára bújtak ki a földből, miután már sokakat elvesztettek társaik közül, visszavonultak a táborba. Ez volt a három rettenthetetlen vitéz második összecsapása a nagy túlerőben lévő tatárokkal, amely ha nem is soká, talán egy óra hosszat, vagyis reggel 5 órától 6-ig, fél hétig tarthatott. A táborba érve a szókimondó ugronérsek keserűen kifakadt. Fennhangon szitta a királyt gondatlanságáért. Magyarország főurait pedig gyávasággal vádolta, hogy így veszedelem közepette még a maguk életéről sem gondoskodnak, és az ország megmentésére nem készülnek. E korholás hatása alatt a csapat egy része hamarosan mégiscsak fölkészült, és megint csak Kálmán herceg, Ugron érsek és Jakab mester parancsnoksága alatt ismét a Batu csoportra vetették magukat. A három rettenthetetlen vitéz ellenállhatatlan erővel nyomult előre. Ugron, az oroszlán szívű hős, csoportja élén a tatárok legsűrűbb soraira vetette magát, azok között iszonyú pusztítás vilén véghez. Mint a villám csapott le rájuk, akik ész nélkül zajongva rebbentek szét, és szinte útat nyitottak a bőszülten előretörő, aránylag kicsiny, de elszánt magyar csoportoknak. Kálmán herceg és Jakab mester sem maradtak mögötte vitézség dolgában, s ők is nagy rombolást vittek véghez az ellenség soraiban. Ez a merész, halálra szánt közbevágás pillanatnyi krízist idézett elő a Batu csoportnál. Bizonyára ez alkalommal esett el a mongol fővezér egyik igen kedves embere és hadsegéde, Bahatu, bátor, és 30 embere, amiről a kínai évkönyvek is említést tesznek. Sőt, úgy látszik, hogy a magyarok e szinte ember fölötti vitézségének és rettenetes mészárlásának hatása alatt Batunak egész elővéd csoportja megingott. Hátrálni kezdett, úgyhogy magának a fővezérnek kellett közbelépni, kivont karddal a hátrálóknak útját állva, miközben azt kiabálta feléjük, ha megfutamodunk, bizton elveszünk, és ha meg kell halnunk, itt halljunk meg. És ez használt. A visszaözönlés megszűnt, és a sajón át mindig nagyobb számmal átkelt tatárok végre oly túlerővel vetették rá magukat. Az eddigi harcban már végképp kimerült, nem valami számos magyar csoportra, hogy annak ereje nem sokára végképp hanyatlani kezdett, és így kénytelen volt a csatateret odahagyni és újból a táborba visszahúzódni. Kálmán herceg és Ugron érsek több sebből vérezve kerültek oda-vissza, ellenben Jakab mester és vitézei egy szálig ott maradtak a csatatéren. Ezáltal a Batu csoport levegőhöz jutván a magyar táborig nyomult előre, és azt jégeső módjára sűrű nyílzáporral árasztotta el. Ugyanezt tette az időközben az Ónod és Sajó Petri között a sajón átgázolt Sejbán had is, amely a magyar tábor baloldala és háta ellen fordult. A nyilak között olyan is volt, amely égő kanóccal ellátva, a sátrakat imit-amot felgyújtani képes volt. Kálmán, Ugron és a templomosok hősi küzdelme alatt és még később is a magyar táborban előbb eszeveszett lótás-futás, zűrzavar, kapkodás volt, úgyhogy a katonák uraikra, az urak pedig katonáikra nem voltak képesek rátalálni. De azért idővel mégis mind többen fölkészültek, és ha bár nem valami nagy rendben és elszántsággal, de azért kisebb csoportokban úgy látszik, mégis kimentek a táborból,
hogy a sáska és cserebogár módjára tömött sorokban közeledő tatárokra vessék magukat, de azok oly sűrű nyilazással fogadták őket, hogy csak hamar ismét vissza kellett sietniük a táborba. Közben még egy újabb veszedelem érte a táborban összezsúfolt magyarokat. A Szubotaj vezette oszlop végre, talán 10 óra tájban, szintén elkészült a kis Csécsnél rögtönzött híddal, és onnan egyenesen a magyar tábor jobb oldala és háta ellen vonult fel, miáltal az most már, mint egy körtáncban, teljesen be volt kerítve. Úgy látszik, hogy a Szubotaj csoport elé is kivonultak egyes kisebb magyar csoportok, mert nagyobb tömeget a király nem bírt rendbe szedni. De ezek sem bírván soká elviselni az ellenség nyilazását, csak hamar szintén kénytelenek voltak visszafordulni. Ettől fogva aztán a roppant nagy hőség és a nagy szorultság miatt a csapatok annyira ellankadtak, hogy a király és a kalocsai érsek, kik szintén szorongva féltek, sem fenyegetéssel, sem búzdítással, sem hízelgéssel nem voltak képesek többé akár csak kisebb osztagokat is csatára bírni. Így tartott ez a szorongattatás hajnaltól délig. Végre megint Kálmán herceg volt az, aki mégis csak összetudott szedni néhány embert, s azokat hős csapata maradványaihoz csatlakoztatva, azokkal a tábornak egyik alig, hanem Szubotaj felőli oldalán harcba bocsátkozva, a nap nagyobb részén át keményen megállt a helyét. De amidőn azt hitte, hogy a tábor más oldalán kifelé törekvő csapatok segítségére lesznek, csalatkozott, mert azok nem harcolni mentek, hanem menekültek. A tábor hátsó oldalával szemben álló tatárok ugyanis parancsszóra rés nyitottak sorai között, és minden nyilazás nélkül, néma szemlélőkké válván, szabad utat engedtek az arrafelé kitóduló magyaroknak, akik közül mindig többen és többen szállingóztak kifelé az Egérfogóból. És minél több volt a kifelé gravitáló, annál szélesebb utat engedtek a tatárok a legkisebb zaj vagy beszéd nélkül, de feszült figyelemmel, szemügyre véve mindenkit, mert mindannyian királyi vadra leskelődtek, mindenáron Béla királyt akarván elfogni. Azonban utóbbinak is sikerült kevés kísérettel észrevétlenül kiosonni. Ám de a táborból való kijutás mégsem ment olyan könnyen, mert miután a tábor kiáratai az összeköttözött kötelek és a sátorok sűrűsége miatt a legveszedelmesebben el voltak torlaszolva, midőn az emberek szaladva kifelé rohantak, egymásra rogytak, úgyhogy nem volt kisebb az a romlás, amelyet a sereg egymást taposva tett, mint az, amelyet az ellenség nyillövéseivel okozott. A tömkelekből szerencsésen kikerült Béla király híveitől környezve és nem nagy számú csapattal, nem a nagy sokasággal, Pestnek, hanem Diósgyőr felé, a Bükk-hegységnek vette útját. E kisded csoport menekülését érdekesen írja le Pauler Gyula, miért is ezt a helyet szó szerint közöljük. A tatárok a királyi dandára lestek, hogy ezt fogják el, de negyedik Bélát körülvették hívei, köztük vitézül és okosan Tűrje Dénes fia Dénes, most lovászmestere, és éppen az ellenkező irányban, észak-nyugatra, a borsodi Bükk felé kísérlék meg a menekülést. Mikor keresztül törtek a határokon, a lovas küzdelem negyedik Bélát is elsodorta. Egy csapat tatár egyenesen rárohant, de Mahal fia Detre, gyermekkora óta hűszolgája, feltartóztatta őket. Súlyosan megsebesült, de negyedik Bélát a haláltól megmentette. Egy másik tatárt, aki lándzsával támadta meg, Pok Moritz fia Moritz vágta le a lóról. A menekülőket a tatárok tüzesen üldözték. Nyomukban voltak, a negyedik Béla lova lankadt. Ernye, a borsodi és felső tiszamenti Ákos nemzetség fia átadta a királynak a lovat, amelyet a maga megmentésére tartott, azután visszafordult az üldözőkre. Nyíl dárda több sebet ejtett rajta, de feltartóztatta az ellenséget, és még maga is, bár nehezen, Isten segítségével megmenekült. De az üldözés folyt, a királynak ez a paripája is már alig bírta. Akkor Hundpáznán Ivánka fia András, a forgácsok őse, a nyitrai Gimesvár ura szintén átadta gyors paripáját,
s Tamás testvérével visszamaradt. Neki még sikerült megszabadulni, de Tamást az üldöző tatárok legyilkolták. Negyedik Béla azonban tovább vágtatott és elmenekült. A vitézségével mindvégig tündöklő példát adott, és súlyosan sebesült Kálmán herceget is megmentették hívei. Ő Pest felé tartott, de nem az országúton, amely a magyarok sokaságától hemzsegett, hanem járatlan utakon, sebes nyargalvást sietett a Duna révéhez. A pestiek kérték, hogy szervezze meg ellenállásukat, de ő a roppant csatavesztés hatása alatt most már védelemről, ellenállásról hallani sem akar többé, és mindenkinek azt ajánlotta, hogy meneküljön, amerre tud. Ő maga a Somogy megyei Segesdre, majd a Dráván túlra menekült, ahol Csázmán, a hős férfiú sebeibe belehalt. A menekülők legnagyobb tömege a pesti országút mentén igyekezett életét biztonságba helyezni. A szerencsétlenek arany, ezüst ékszereiket, bársony öltözékeiket, fegyvereiket és egyéb becses holmiaikat elszórták, remélve, hogy a tatárok azok után kapva üldözésük heve alább száll majd. De a tatárok, mit sem törődve a drágaságokkal, legnagyobb kedvüket a menekülők leöldöklésében találták. Amidőn ugyanis észrevették, hogy a magyarok már annyira el vannak fáradva, hogy kezüket, lábukat többé emelni se bírják, akkor kezdték őket jobbról-balról kopjákkal leszúrni, karddal nyakazni, senkinek sem kegyelmezve, hanem mindnyájukat baromilag öldökölve. S mint ősszel a falevelek, úgy hullottak a nyomorultak jobbra-balra. Egy nagy csoportot a pesti útról délfelé szorítottak le, az igrici és mezőcsáti mocsarak felé terelvén őket, ahol azután mindannyian a sárba, vízbe, mocsárba fulladtak. E szerencsétlenek között volt a hősök hőse, Ugron kalocsai érsek is, itt veszett el Mátyás esztergomi érsek, Gergely, győri püspök és az egyháznagyok, és papok még jó nagy tömege. A csatatéren esett el Rajnald, erdélyi, Jakab nyitrai püspök, Erádiusz bácsi és Albert esztergomi főesperes. A nagyobb és kisebb rendű világiak számát, akik a mocsarakba és vizekbe fúltak, tűzbe égtek, s kard élre hányadtak, egyetlen halandó sem tudhatja biztosan. Magában a csatában elesettek számát 10 000-re tették, de az igazi nagy katasztrófa csak az üldözés folyamán érte a magyarokat. Batu ugyanis a magyarok által elhagyott táborba érve, diadalra jeléül feldöntötte a királyi sátrát, és aztán a legkérlelhetetlenebb üldözés megkezdésére adott parancsot. Hogy ezt a tatárok hogyan szokták volt végrehajtani, azt eddigi tetteik leírásából már eléggé ismerjük. Nem csak a hadseregnek még megmaradt részét, hanem amerre jártak, az egész lakosságot lemészárolták. Akik a falukba, templomokba menekültek, azokra rágyújtották az épületeket, és így nagyobb részük bennégett. Akit az utakon, mezőkön utolértek, azt lekaszabolták. Két napi járóföldre minden tele volt holtestekkel, amelyek úgy hevertek szerteszét, mint a vágott kövek a kőbányában. Bertalan pécsi püspököt és a vele a táborból kitört csoportot a szerencsés véletlen mentette meg. Ő a pesti országútról letérve Torony iránt igyekezett elmenekülni. A tatárok persze őt is üldözőbe vették. A véletlen úgy akarta, hogy Bertalan visszavonulása közben László ispán hadára bukkant, aki még mit sem tudva a csata szerencsétlen kimenetelétről, bontott zászlókkal igyekezett a király seregéhez csatlakozni. A két egyesült had jóval nagyobb lévén a tatárokénál, utóbbi más irányt vett, és így László és Bertalan csapatjai szerencsésen megmenekültek. Eszerint Batu győzelme teljes volt. A kínai évkönyvek is úgy emlékeznek meg a Mohi csatáról, mint a tatárok egyik legnagyobb, legfényesebb diadaláról. Hogy ez a fényes győzelem Batunak hány emberébe került, azt megállapítani teljes lehetetlenség. Ranzanus 350 emberre teszi a mongolok veszteségét, de ezt igen erős túlzásnak kell tartanunk.